so spät bei den Hoch. Ei, Christi Gott schützet, was hast mir dein Brot? Was soll ich dir bringen? Erringel am Finger, Erringel am Finger, Epussel aufs Mund. Erringel am Finger, Epussel aufs Mund. Das Lied ist gesungen, doch er der lustigst drauf. In Schaumann und in Werisch war dort diese so der Brauch. Der ein Opfer schön und ist nett, ein Mädel liebt und küsst sie nett. Der sitzt beim Wein und schenkt mir Wein, der Hose legt mir dunkel sei. Oria ho, heit sammes du, gestern sammes von, mein gläserner Schokon. Oria ho, heit sammes du, gestern sammes von, mein gläserner Schokon. Megtalált hagyomány. Nekem nagyon tetszik ez a cím, olyan, mint egy jó idézet, gondoltam, amikor úgy egy kicsit elgondolkoztam felette. A hagyományhoz nagyon sok szót illesztünk, tehát hagyomány őrzés, hagyomány ápolás, hagyomány megtartás. Az éltetés talán kevesebbszer használjuk. Hát nézzük, hogy mi a hagyomány, biztosan akik itt vannak, mindannyian tudják, de talán nem állt egy kicsit feleleveníteni, és Kodály Zoltánt én is nagyon szeretem, sokszor érvelek vele, idézem őt, mert nagyon sok fontos gondolata van, ami megfontolandó számunkra, óvónők számára is. Tehát a hagyomány, ahogy Mária is mondta, az egy tudás, az egy ismeret, és nem is akármilyen tudás, évszázadokon keresztül, szájról szájra, kézről kézre terjedt ez a tudás. És ez egy megtartó tudás volt, tehát a hagyománynak ez a legfontosabb lényege, én azt hiszem. Megtalált hagyomány. Nem véletlen, hogy ezt a címet kapta ez a kiállítás, hiszen a hagyomány életében voltak törések. És hát a nemzetiségek életében is, ahogy én ezt a gyönyörűséges kiadványt olvasgattam, nagyon sok mindent megtudtam belőle, bevallom, hogy ennyire mélységében nem tudtam ezeket a dolgokat, de most azért alaposan átolvastam, utána néztem, és nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet, azért még hozzáteszem, mint óvónő, és mint Szentendrén dolgozó óvónő, Pilisszent László lakom, azért ezt is hozzáteszem, egy szlovák faluból jöttem. Tehát Szentendrén, ami több nemzetiségű, ott dolgoztam, és a hagyományéltető óvónők képzései kapcsán eljutottunk például Pomázra is, és Pomázon voltunk egy szerb óvodában, és ott ismerkedtünk azzal, hogy mit is tudnak bevinni a szerb óvodákba a néphagyományaikból. Tehát ilyen kapcsolódásunk azért van. Tehát megtalált hagyomány. A nemzetiségek, azok Pest megyében sokan, hála Isten, sokan voltak, vannak, ma már persze kevesebben nyilván, hiszen 300 évvel történt a betelepítésük, és sajnos a háború utáni években pedig egy szomorú időszaka, kitelepítés időszaka volt, és hát az utána következő időszak sem volt a nemzetiségek számára annyira rózsás, hogy így mondjam, hiszen hagyományaikat inkább családi, vallási környezetben tudták éltetni, és esetleg a színpadokra az ének, a tánc került, és a rendszerváltozás után történt egy nagyobb fordulat, amikor bátrabban vállalták identitásukat, és arra alakultak a különféle néphagyomány őrző, éltető egyesületek. És a megtalált hagyomány pedig azt jelenti, hogy ettől az időtől kezdve már nem csak a tárgyi emlékeket gyűjtögették, életmódjukba engedtek bepillantani, hanem már a szokásaikat is kezdtük megismerni a nemzetiségeknek. Úgyhogy ez a kiállítás ezt mutatja be, hogy elsősorban a szellemi kultúrájuk
milyen a nemzetiségeknek napjainkban. Tehát mit őriztek meg, mit visznek tovább, mit találtak meg a múltból, ami még feleleveníthető, éltethető, vagy esetleg új törekvéseik vannak. Amik természetesen a saját értékeikre vonatkoznak, gondolok itt a különféle fesztiválokra, napokra és egyebekre. A testvére még Csömörön élnek, így Csömörrel is kapcsolatunk van, hiszen ott is német nemzetiségűek és szlovákok is élnek, és az úrnapi szokásaikba igencsak bepillanthatunk, az óvónőket természetesen oda is elvittem egy ilyen alkalomra, hogy ismerjék meg ezt a különleges vallási, de már népi szokást is tulajdonképpen. Ami hát hatalmas összekötő kapocs, én úgy gondolom rengetegen megfordulnak Csömörön ezeken az alkalmakon. Sok-sok néprajzossal is lehet ilyenkor találkozni, akik keresik, kutatják a régi vallásos jelképeket. Sajnos azt állapítják meg, hogy azért napjainkban ezek a tartalmi jegyek egy kicsit háttérbe szorulnak, inkább a látványosságra törekszenek. De én úgy gondolom, hogy ebben is biztosan lesz előbbre lépés, és talán tartalmilag is sokkal többet adnak ezek az ilyen jellegű szokásfelelevenítések. Miután óvónő vagyok, hát itt még az óvodásokat és az iskolásokat szeretném megemlíteni, hogy az óvodákban természetesen, nyilván nem minden magyar óvodában, de nagyon sok óvodában már igyekeznek bevinni a néphagyományokat. Én mindig azt mondom, hogy minden óvónő, aki gyermekdalokat, mondókákat, meséket mond, az valahol a népi kultúránkat élteti tulajdonképpen. De ha csak ezek maradnak odá, és azt mondta, hogy ha csak ezek a népköltészeti elemek maradnak fenn, ezek előbb-utóbb kikopnak, hagyományba illesztve éltethetők tovább. Tehát ezért fontos, hogy a hagyományainkat megtaláljuk, hiszen tényleg ezek a népdalok, ezek hagyományba illesztve élhetnek leginkább, éltethetők leginkább. No, én nem akarom nagyon szaporítani a szót, biztosan tudnék még beszélni a hagyomány éltetésről. Én kívánom önöknek, hogy ezt a megtalált hagyományt akkor éltetve őrizgessék, gyönyörködjenek a kiállításban, amely a különféle nemzetiségek múltjáról, jelenéről szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
téma egyáltalán nem való kiállításra. Ugye nem egy látogató barát és egy olyan téma, amit nagyon könnyű, nem is az, hogy bemutatni, tulajdonképpen csak folyamatokat és jelenségeket lehet illusztrálni és felvillantani a képekkel valamit, ami ebben a térségben zajlik. Nagyon-nagyon gazdag hagyománya van az itt élő nemzetiségeknek. Ez a kulturális örökség viszont minimálisan volt korábban, vagy van még a mai napig is összegyűjtve, és én amikor ide kerültem néprajzosként, akkor tulajdonképpen ezért indultam el, hogy bármihez nyúlok, bármit megírhatok, mert alig-alig van valami a szakmában leírva és összeszedve. És akkor kaptam ezt a szép feladatot, hogy a nemzetiségek viselete, úgyhogy Borsod megyéből ide kerültem körülbelül, nem tudom, 2-3 évvel azelőtt, és nem tudtam tényleg semmit. Aztán szinte az elsők között jöttem ide Sojmárra, és akkor szembesültem ezzel a dologgal, hogy egy dolog, hogy én valahogy vissza akarom a régit, vagy visszakérdezek rá, hogy mi volt. Ugye ez itt kivételesen nagyon, és hát látják a szereplőkön is, hogy ez itt egy olyan téma, amin a legjobban megfogható, azt hiszem, hogy a megyei németség települései között. És akkor én is Maris nénivel, nem tudom, emlékszik-e rá, legelőször hozzá küldtek viselet, és ő azt mondta, hogy nem fogok én erről beszélni, hogy nézett ki, meg így, meg milyen anyag, hanem bevitt a szobába a gyönyörű babáin, megmutatta, adott egy adag anyagmintát, amit azonosítottunk, hogy ez a Kamgarn, ez a nem tudom, a mai napig is őrzöm, és akkor rájöttem, hogy ez bizony sokkal többet ér, mint amit én itt leírva vagy összeszedegetve tudok, és aztán meghívtak rendezvényekre itt is, máshol is, és akkor láttam, hogy milyen aktívan indul, főleg a nemzetiségi egyesületek, meg önkormányzatok megalakulása után már ez a folyamat. Nem fognak különösebben ilyen logikai ívet vagy rendet találni most itt a kiállításban, mert nagyon helyszűkében vagyunk. Eredetileg 13-ban rendeztem ezt meg Szentendrén, és elsősorban nem is a kiállítás volt a cél, hanem hogy egy kicsit visszaadjak vagy bemutassak abból a hatalmas anyagból, vagy annak a munkámnak az eredményéből, amit hát 15 éve szinte végzek. Ennek ugye az elejét nagyjából meg tudtam fogni, vége az nincsen, mert ugye a hagyomány maga is egy folytonosan változó dolog, csak követni tudom. Tehát azt mondom, hogy itt most beszélünk róla, a legjobb részesévé válni, tehát nagyon nagy szerencséje van annak, aki ilyen részese tud lenni. Próbáltam úgy is dokumentálni, hogy nagyon sok jó filmet készítettünk, rengeteg fényképet, hangfelvételt, és hát ebből is csak szemezgetni lehet, akinek majd több ideje lesz, elég, hát egy olyan, nem is tudom, 30 perces filmösszeállítást is lehet megnézni lent. Gyerekeknek játékok vannak, amit forgathatnak, különböző lapozók, amik már nem fértek ki a tárlókba, úgyhogy ajánlom sok szeretettel, és szerintem a tiszteletbeli sojmári leszek lassanként. Köszönöm szépen!